Mindenkit sok szeretettel köszöntök. A mai nap egy egyszerű rajzfeladaton keresztül fogom bemutatni, hogy az eddig tanult AutoCAD parancsokat, műveleteket hogyan kell felhasználni egy egyszerű rajzfeladat, rajz elkészítése közben. A képernyőn látható is maga a feladat, ezt fogjuk megrajzolni, nem tűnik túl összetettnek, de látni fogjuk, hogy mégis nagyon sok parancsot fogunk érinteni a rajzolás közben. Egy 40x40-es méretű négyzet az kiindulási geometriai elemünk, és ezt fogjuk ugye a méretezésnek megfelelően átalakítani, hogy azt a képet kapjuk, amit most a képernyőn látunk. Kezdjünk is bele a feladatba. Itt vagyunk az AutoCAD-ben, először is hozzunk létre layereket. Az első layer, amit létrehozunk, az a kontúr. Ezen fogjuk elhelyezni a rajzelem kontúr vonalait. A színe legyen mondjuk zöld. Rendben van. Válasszuk ki a fóliát. Hozzunk létre egy 40x40-es négyzetet. Vonallánc parancsot használom, és jelenleg be van kapcsolva a tárgyraszter és a tárgyraszter követés. Az F8-al az ortót bekapcsolom, és azt mondom, miután az irányt megmutattam a mutatóval, hogy húzzon egy 40 egység hosszú egyenest. Rendben van. Most lefele mutatom meg az irányt, és begépelem a parancsolba azt, hogy 40, majd ebbe az irányba is 40, és följövünk. El is készült, Enterre ugye befejezzük a rajzolást, el is készült az alap geometriai elemünk. Most nézzük meg, hogy a sarkokat milyen méret szerint kell elkészítenünk. Látható, hogy a lekerekítés jobb és bal oldalon 5 rajzi egység méretű. Nosza, készítjük el. Belemegyek a kör parancsba, majd az érintő-érintő sugár opciót választom, megadom az érintési pontokat, majd a sugár értékét 5, Enter. Tengelyre szimmetrikus ez az elrendezés, ezért a tükrözés parancssal át fogom másolni. A maradékot, tehát ami nem kell, a meccés parancsa lesz eltávolítva. Meccés. Meccés parancs. Kijelölöm az egyeneseket. Ugye ez egy vonallánc, tehát az egész négyzetet kijelöltem. Majd ráklikkelek a köröknek arra a vonal részére, amelyre nincs szükség. Enterre bezárom, majd újra kiadom a meccés parancsot, most már a megmaradt íveket jelölöm ki, és levágom a sarokelemet. Elkészültünk a lekerekítéssel. Az ábrán láttuk, hogy itt is egy-egy furat helyezkedik el a lekerekítéseken belül. Ennek a belső körnek az átmérője 7 egység, és a kör középpontja ugye 5 egységre és 5 egységre helyezkedik el a kontúr vonalaktól, azaz a belső kör középpontja ugyanaz, mint a lekerekítésnek a középpontja. Belemegyünk a körparancsba, rámegyünk a külső ívre, ekkor a tárgyraszter megmutatja az ívnek a középpontját, ráállunk a mutatóval, és ugye beadjuk az átmérőt, vagy a sugarat, a sugár az 3,5 rajzi egység lesz, hiszen az egész az 7. Ezt is lehet a TU parancssal tükrözni. Jó. A bal felső sarokban egy letörés látható, ennek a mértéke 7 rajzi egység az X, és az Y irányba is.
Adjuk is ki a letörés parancsot. Letör. Ezután a letörési távolságokat adjuk meg. Jelenleg a távolság 1 és a 2 0. Ez nem jó. 7 rajzi egység legyen. Kijelölöm, miután megadom a második letörési távolságot is, az elsőért, majd a másodikért, és elkészül a letörésünk. Tulajdonképpen nincsen más hátra, mint középen elhelyezni egy 10x10-es négyzetet, ami ugye el van forgatva 45 fokkal. Amit most azért már célszerű megtennünk az, hogy fölvesszük a szimmetria tengelyeket. Ehhez hozunk létre új fóliát. A fólia neve legyen az, hogy tengely, a színe sárga, és a vonal típusát állítjuk be a betöltés nyomógomb segítségével. Válasszuk ki a listából a pontvonal 2 vonaltípust. Most is válasszuk ki. Oké, legyen ez az alapértelmezett. Jó. A vonal parancssal kössük össze ugye az alsó ér felező pontját a felső ér merőleges pontjával, nyomjuk le a shift billentyűt, majd jobb egérgomb, és a helyi menüből válasszuk ki a merőleges opciót. Rendben van. Jön a következő, ami ugye ennek az egyenes felező pontjából fog kiindulni, mint tengely. Vonal, felezőpont, shift, jobb gomb, merőleges. Természetesen a merőleges a tárgyraszter minden pontban tudja keresni, ha rámegyünk, beállítások, és bepipáljuk a merőleges opciót. Az előző megoldás csak egyetlen egy parancs erejéig keresi a modelltérben a merőleges pontokat. Az elérés utasítással, a szemközti oldallal hozzuk meccésbe ezt az egyenes darabkát. Elkészült a szimmetria tengelyünk. Egy picikét a vonalaknak a léptékét állítjuk kisebbre, hogy ízlésesebb legyen a rajzunk. Tulajdonságok. Vonaltípus lépték, ez legyen 0,3. Látszik, hogy kisebbek lettek a szünetek a mintában, és az a szép, ha ezek a tengelyek egy picit túllógnak a kontúrvonalakon, hosszabbítjuk őket meg, hosszabbítás parancs, a delta értéket állítjuk be 0,3-ra, majd a vonalak végére klikkeljünk. Hát ez egy kicsit apró, visszavonom ezt a módosítást, és ne 0,34, hanem hosszabbítás, delta és 3, legalább a 10-szeresét próbáljuk meg. Igen, ez most már sokkal kellemesebb lesz. Elkészült ugye a tengely vonal, amivel eleve lehetett volna kezdeni a feladatot, de egy ilyen egyszerű rajzfeladatnál azért nem feltétlenül szükséges. Rendben van. Akkor most szerkesszük ki a meccéspontokra 45 fokkal elforgatott 10x10-es négyzetet, visszamegyünk a kontúrfóliára, és a téglalap parancssal rajzolunk egy négyzetet, ugye belemegyünk a méretek opcióba, a kacsacsőrök között a 10-es érték látható, de azért gépeljük be még egyszer, mert ugye ez attól függ, hogy az előző munkamenetben milyen értéket gépeltünk be. Megvan, rögzítenünk kell, hogy a klikkelésünk körül ugye melyik negyedbe helyezze el a négyzetet, ez most teljesen lényegtelen, majd
át kell mozgatnunk ezt a négyzetet a tengelyvonalakkal kialakított meccéspont közepére, tehát meccéspontra, amit úgy tudunk megtenni, hogy kiadjuk a mozgatás parancsot, rámegyünk a tárgyraszter segítségével az egyik oldal felező pontjára. Ha be van kapcsolva a tárgyraszter követés, akkor követni fogja ezt a pontot az AutoCAD, megmutatom ezt az oldalt is, már két tárgyraszter pontot követ az AutoCAD a modelltérbe, majd ezeknek a meccés pontját is fölkínálja, erre fogjunk rá, az F8-ra kikapcsolom a ortó üzemmódot, és rámozgatom ugye a tengelyek által kapott közös meccéspontra. Ezután kijelölöm a négyzetet, és a forgatás parancsal elforgatom 45 fokkal. El is készültünk a feladatunkkal. Nézzük meg, hogy a mi rajzunk megfelele a kiindulási rajzfeladatnak. Láthatjuk, hogy mindent méret helyesen elkészítettünk. Egy dolog hiányzik még a rajzunkról, ez pedig a méretezés, valamint azért ne felejtjük el, hogy a furatokhoz is a tengelyeket másoljuk be, ezt rögves pótolni fogjuk. Ezután pedig a méretezésre fogunk rátérni. A furatokhoz a tengelyeket átmásolhatjuk. Itt az alapponttal való másolást fogjuk kihasználni. Ctrl-Shift-C-vel és az alappont megadással a vágólapra helyezzük az egyeneseket, majd Ctrl-V-vel beillesztjük. Megint csak a szárkereszte megközelítem a kört, megkapom a kör középpontját és ráhelyezem. A felesleges vonalakat a metszéssel fogom eltávolítani. Utána a jobb oldalit is elkészítem. Valamint a hosszabbítással meg fogom hosszabbítani a vonalak végét. Ezzel teljes a rajzunk. Térjünk rá a méretezésre, csináljunk egy új fóliát, a neve legyen az, hogy méret, a színe pedig világos kék. Méretezzük föl a rajzfeladat felső részét, rámegyünk a feliratozás fülre, és itt a méretnél a hosszirányú méretezést választjuk ki. Egyik pont, másik pont, meg is kaptuk, hogy 40 egység, sajnos nem állítottam át az alapértelmezett fóliát a méretre, és most fogom megadni, hogy ez legyen az, és ezután ugye a letörés kell fölméreteznünk, méret, egyik, másik, ez látható, hogy itt kapunk ugye egy olyan értéket, hogy 7. De igazándiból a rajz feladaton nem ez szerepel, hanem 7x45, és nem belül, hanem kívül helyezkednek el a nyilak. Ezt rögvest ki fogjuk alakítani. Egy picikét elmozgatom a felső méretvonalat, hogy több legyen a helyünk, a rajzunk is kellemesebb képet fog mutatni. Először is a nyilakat a külső oldalra szeretném elhelyezni, ráállok a nyíl fogójára, és kiválasztom a helyi menüből a nyíl átfordítása menüpontot. Ezzel meg is vagyunk, most a szöveget kell átírnunk, dupla klik, 7-szer, itt az X-et fogom most alkalmazni, 45, és kiválasszuk a kukac jelnél látható lefele mutató nyílre klikkelve, hogy fog. És már is elkészültünk a felirattal. Jó? Most egy felde távolságot fogok felméretezni, kiválasztom az illesztett méretvonalat, és elhelyezem a feliratot.
Itt is fölméretezem a hosszirányúval a jobb oldali oldalát. Látható, hogy ez is 40 rajzi egység. Ezután ezt a belső fullat átmérőt, jobban mondva kört fogom most feliratozni. Kiválasztom a sugár méret eszközt, ráklikkelek a körre, és elhelyezem az értéket, de igazándiból, ha a rajza jól emlékszem vissza, nem is a belső kört, hanem a külső lekerekítést méreteztük föl ezzel az eszközzel, eszképek, kilépek, újra kiadom, és akkor a lekerekítésre klikkelek, és látszik, hogy megkapjuk, hogy 5 rajzi egység a lekerekítés. Ezután még föl kell méreteznünk a fulatnak az átmérőjét, vagy sugarát, célszerű az átmérőt megadni, valamint megadjuk a kör középpontját is. Ehhez ugye a hosszirányú méretezést választhatjuk föl, hogy megadjuk az kör középpontját, meg ezt a pontot, ez lesz az egyik távolság, ami 5 egység, majd jön a másik távolság, ami ugyancsak 5 egység lesz. A szomszédos tárgyasztal ponttal tudjuk finoman igazítani a méretvonalat, hogy ne ugorjon el a méretvonal, amikor klikkelünk. És nincsen más háta, mint hogy az átmérőt föl méretezzük. Ehhez lehet alkalmazni az átmérő méret eszközt, ami nagyon szépen és kultúráltan tudja föl méretezni a rajzunkat, de mi most nem ezt az utat választjuk, hanem igazándiból a hosszirányút választjuk, elhelyezzük a méretvonalat, de ez még nem felel meg. Itt is ugye a nyilakat ki kell fordítanunk jobbra, nyilátfordítás egyszer, tehát ugye a jobb oldalit kívülre, utána a bal oldalit is átfordítjuk, készen vagyunk, majd dupla klik a méret szövegem. Ugye itt az AutoCAD által lemért érték szerepel, ezt ki lehet bármikor törölni, és emlékeztetőül jegyzem meg, hogy a bal oldali kacsacsör és a jobb oldalra mutató kacsacsör begépelése után kapjuk vissza. Be kell még illesztenünk ugye az átmérő jelet, amit megint csak be lehet szúrni, de látható, hogy igazándiból ez egy speciális szöveg, a %%C, most én ezt fogom begépelni, %%C, és ezt az AutoCAD föloldja, és egy átmérő jelet rajzol. Le lehet okézni ezek után a szövegformázás eszköz bárt. Hátra megyek egy picit a modelltérbe, és látható, hogy gyönyörű szépen pár perc alatt megrajzoltuk a feladatot, nagyon sok opciót, funkciót préseltünk bele ebbe a példába, lehet egyszerűbben, ügyesebben is elkészíteni ezt a rajzfeladatot. Itt most igazándiból a cél az volt, hogy rengeteg rajzparancsot, fóliakezelést, módosító parancsot nézzünk, tekintsük át. Remélem, hogy ez a példa segít minden kezdőnek ráhangolódni az AutoCAD gondolkodására, filozófiájára. Köszönöm szépen a figyelmet!